Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fintechnikashop.hu támogatta. Na, helló srácok! Mai nap egy ilyen kompakt videó lesz. Egyszerre fogjuk kipróbálni ezt a lejátszót. Ennek elvileg a masterpoti a hibás. Egyszerre fogjuk az általam készített kábeleket kipróbálni, amiket most készítettem el ugye a kis altókeverőhöz. Ezek a sárga kábelek ismerősek lehetnek, ezt ebből vágtam le. Ugye voltak rajta gyári csatlakozók a végén, úgyhogy kettő ilyen kábelt kanibalizáltam, mert hogy iszonyatosan jó minőségű kábel, és rohadtul tetszik, hogy sárga színű. Így mindig meg fogom ismerni, hogy hol vannak ezek a kábeleim, és a csatlakozók is nagyon jók a végén. Erre meg majd rakok egy-egy csatlakozót és XLR kábelnek használom, bár nem biztos, mert mondom, lehet meghagyom ezeket a sárga kábeleket magamnak ilyennek, hogy ezekből fogok majd ilyen kábeleket gyártani magamnak, mert iszonyatosan jó ez a minőség, ez nagyon, nagyon király. Ez egyik csomagban volt, Héjas Imi küldte ezeket a kábeleket, és már akkor mondtam, hogy rohadt jó minőségű, de igen, ezt továbbra is fenntartom. Na, és akkor ugye egyszerre lesz kábelteszt, egyszerre lesz egy olyan videó, hogy hogyan kötjük össze az aktív cuccot. Amit most fogunk ehhez használni, az egy Meki SRM 450 az első szériából. Fogjuk használni ezt az XDJ RX1-et szintén az első szériából, meg fogjuk használni ezt az Alto ZMX 122 FX nevezetű keverőt, amit úgy kuncsorogtam betonkeverő autótól. Meg ezeket a kábeleket is úgy kuncsorogtam Héjas Imitől, úgyhogy ja, nagyjából most minden össze van kuncsorogva. Többet most nem tudok mondani, amit összekuncsorogtak, és akkor én, mint szakma szégyene, most megmutatom nektek, hogy hogyan kell összekötni egy aktív rendszert, illetve sőt, nem is azt mutatom meg, hogy hogyan kell, hanem hogy én hogy kötném össze. De én hogy szoktam összekötni, mert biztos, hogy találnak benne kifogást, hogy miért nem jó így. Pont telibe szarom, mert hogy úgyis én vagyok a szakma szégyen, akkor már nem mindegy. Szóval veszünk innen két rövidebb XLR kábelt. Persze! Most tekintsünk el attól, hogy nem lesz ez tökéletesen egyforma, de ezt a két kábelt fogjuk használni. És akkor most azt fogom csinálni, hogy bejövünk a keverőnek egy sztereó csatornájára. Ide erre a csatornára fogunk bejönni. És ehhez fog nekünk kelleni kettő darab 6-3-as jack és XLR kábel. Méghozzá ez a fele. És ezt ide szépen rászúrjuk, hogy jobb oldal, bal oldal, így. Ide szépen az RX-nek a hátuljába. Ide a mester kimenetbe. Így. Ezt ide rászúrom. Így. Hát, ha tud egy kis fényt ide csinálni. Ugye itt van a master kimenet. Ezt ide így szépen rákötöm. Ugyanúgy ezt a másikat is égni. Hát ez most nem kattant, de gondoljuk úgy, hogy kattant. Ugye ez az átalakító, amit most itt használok, ez azért kellett, mert hogy ennek nincsen XLR bejárata, csak mikrofon szinten. Ez viszont a mikrofon jelszintnél jóval nagyobb kimenettel rendelkezik. Úgyhogy készítettem ilyen átalakítókat, és akkor ezt ide így szépen bedugjuk. Hallgattam rátok, úgyhogy a mono 6-3-as dugókat szépen kicseréltem sztereóra, és akkor így balanced lett a
bejárat is, meg a kijárat is, és elviekben, ha jól néztem és jól olvastam, meg a csatlakozó is úgy van, ahogy gondolom, akkor van balancet bejárat is, meg balancet kijárat is, és akkor, jaj, bocsánat, itt van a mi kimenetünk. Ezen a keverőn így van, hogy main, így. Ide már is lehet rátenni a XLR kábelünket. Ugye ide azért is csináltam ilyen rövidet, mert majd ide akkorát rakok, amekkorát akarok. Itt most nem számított a hossza a kábelnek, mert úgyis akkor lesz, amekkora. És akkor ezt így fogod, szépen ide beledugod, így. Most gondoljátok el, hogy a másikat is bedugom, de majd kipróbáljuk egyébként azt a felét, és nem volt kedvem két Mac-it elővenni. És akkor fogod ezt a kábelt, és bekúrod ide a Mac-i hátuljába. És én azt szoktam csinálni, hogy bekapcsolom az RX-et, bekapcsolom a kutyvalót, így, most már ez is be van kapcsolva, és csak mindezek után kapcsolom be a hangrendszert, méghozzá ezt azért teszem így, mert hogyha bekapcsolnám a hangfalt, és utána kezdenék el egy olyan keverőt bekapcsolni, ami mondjuk pukkon bekapcsoláskor, akkor ugye durrannának a hangfalak, azt meg nem szeretem, úgyhogy először ezt így bekapcsolom, még mindig le van halkítva a cuccot, már a többi motyó fölállt, mármint hogy bebútolt a lejátszó is, választunk egy zenét. Jaj, itt kerestem a tekerentyűjét. Választunk egy zenét, mondjuk eszni. Így, ezt most kilúpolom. Előtt látszik, hogy van kimenetünk. Jó, megküldtem. Sőt, tudjátok, mintha múltkor valaki beugatott, hogy mély világít, annyi led rajta, akkor innen üdvözölném az úriembert. Szóval, jó, megküldjük. És ugye ez a csatorna fog szólni. Én ezt úgy szoktam megnézni, hogy működik-e hang nélkül, hogy így laza egyszerűséggel szándékosan túlvezérlem, és látom, hogy jön be jel. Nyilván ezt nem fogom így küldeni. Csak így. Így. És akkor egyébként így is meg tudod nézni, hogy működik-e, mert hogyha a gain-t kitekered maximumig, meg a levelet, és akkor biztos, hogy píket fogsz kapni, de ezt így nem kell erőltetni. Jó, és akkor még mindig anélkül, hogy a hangfal fel lenne tekerve, elkezdek hangot adni ide a masterre, és látom, hogy van kimeneti jelszintünk. És ez már akkor innen már tudom, hogy oké, most már a rotyogtató fele megy ki a jel. Szépen odaballagok az első hangfalhoz, és elkezdek rá hangot adni. Látom itt is, hogy jön be jel, mert a szignál az villog. És hogyha most ezt elkezdem feltekerni, akkor valószínű jön ki belőle hangja. Működik is a cuccunk, hogy tudhatjuk, hogy a kábel is jó, amit befele jön. Ugye egyik oldal.
másik oldal. Szóval mind a két kábel működik, ugye most csak az egyiken van kimenet, azért van ez így. Egyébként ennek a keverőnek mocsok jó hangja van, ezt egyszerűen imádom ennek a keverőnek a hangját. Nem tudom, hogy miért ilyen jó, mitől ilyen jó, de nagyon tetszik. Kipróbáljuk még a másik kábelt is, mert hogy ugye most csak az egyik oldalba van bedugva, de hogy kipróbáljuk, hogy ez a kábel is működik-e. Ezt így ide bedugjuk. Most azért merem így dugdosni egyébként menet közben, mert ott a bemeneti jelszint majdnem le van teljesen halkítva, így ha itt hatalmas nagy gerjedést is viszek be a rendszerbe, nem tudja felerősíteni, mert a bemenete van lehalkítva, szóval nem tudsz nagy jelet belevinni. Ez a szerencse benne. Hát, most, hogy én annak a híve vagyok, hogy ne a hangfal legyen maximumra tekerve, és a keverőn legyen halkra véve a jel, hanem ha tudom, hogy mekkora hangerőt akarok, akkor nagyjából ott beállítom azt a hangerőt, és inkább itt vezérlem túl a dolgot. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan. Mondjuk, ha én nem akarok ekkora hangerőt, csak ekkorát, akkor nyilván nem fogom kitekerni fullig, és a keverőn lehalkítom, mert ha véletlen meglököd a potit, ha rádugsz valamit, ha a kábelen valami zajt szed össze, akkor kurva nagy zaj lesz benne. Tök fölösleges, mert úgyse akarok nagyobb hangerőt, úgyhogy itt ekkorára veszem a hangerőt, és akkor fogom és itt vezérlem ki akkorára, mekkorára akarom. Nyilván nem fogom torzba vinni. Plusz 6-ig nyugodtan. Nekem bárki mondhat bármit, hogy nem szabad csak nulláig! Csak nulláig szabad! Elmondom nektek, hogy általában mindenütt így zenélnek. Mindenütt így zenélnek. Nézzétek meg bármelyik videót, mindenütt úgy zenélnek. Az a nagy szerencse, hogy ez a szutyok ez nem torzít még plusz 10-be sem. Na, szóval beállítod így, és akkor még a legnagyobb hibádnál is, ugye most a legnagyobb hiba például az, hogy ezt feltekered maximumra véletlenül. De nem tudsz nagy kárt csinálni, mert ugye ott már a hangerő az le van halkítva, vagy még van még, tudsz még egy hibát csinálni, hogy a mastert kitekered teljesen véletlenül. De nem tudsz ezzel se nagy problémát csinálni, ugye, mert a hangfal le van halkítva, így le vagy védve. Vagy gondolj bele, bedugsz egy mikrofont, véletlen nem halkítod le a csatornát, bedugsz egy mikrofont, és ha ez így lenne, és, vagy bocsánat, ha így lenne, lehalkítva, és a hangfal meg csutka hangerőn, ide bedugsz véletlen egy mikrofont, az úgy elkezd ordítani, meg gerjedni, mint a dög. Szóval én azt javaslom, srácok, hogy inkább itt legyen kivezérelve, és a hangfal legyen lehalkítva, és akkor nincsen gond. Arról nem is beszélve, ugyan szimmetrikus a kábel, de mi van, ha mégis valami zajt szed össze? És akkor csak hallgatod, hogy mi az Isten ez a rohadt nagy alapzaj, mi ez a zúgás, mi a francért van ilyen hangja. De azért, mert a kábelen összeszedi, ráadásul mindjárt megmutatom nektek. Hogy szinte nulla alapzaj van. Viszont, ha felhangosítod, akkor ez történik. Mert mindennek van zaja. Mindent összeszed, mindennek van zaja. Most jó, nyilván itt megint. Jó, ennyi. Ennyi a kábel alapzaja, a hangfal alapzaja, ennyi minden alapzaja. És tök fölösleges eddig feltekerni, csak addig kell feltekerni, amit majd használni szeretné. És akkor nem tudsz nagy kárt tenni benne. Aj, de jó hangja van ennek, mindig meglep, milyen jó hangja van. Nem tudom, nektek átadja így a videó, de imádom. Nagyon jó. Ha valaki kérdezi, hogy mi a szám címe, tessék. Na, meg még ha akartok hozzá szubot, akkor fogtok, aláraktok egy szubot.
és szépen vagy a sub bejáratába jöttök be alapból, és a kijáratából fűzitek fel a topig, vagy bementek a topba, és a top kijáratából fűzitek a mélybe. Teljesen mindegy igazából. Késhegyig menő viták szoktak róla lenni, hogy hogy kell összekötni, melyik a jobb, igazából teljesen mindegy, párhuzamosan vannak nagy általánosságban a csatlakozók. Egy-két ilyen nyakatekert DSP-s hangfalon van, hogy a DSP is keresztül megy, szóval nem, nincs lepárhuzamosítva, hanem a kimenetet is tudod szűrni, meg ilyesmi, ott nyilván nem jó, nem mindegy, hogy melyik hangfalat viszed előre, mert hogyha például egy szűrt jelet kap a mélyláda, egy föllátresztő szűrővel ellátott szűrt jelet, ugye csak a magas hangok mennek át, akkor a mélyláda nem fog jól szólni, hát jó, sehogy nem fog szólni, úgyhogy az lófasz a hideg vízbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a része megvan a dolognak, most már csak arra kéne rájönni, hogy ezzel a potival mi a picsa van. Azt mondja ennek a gazdája, hogy ez kontakthibás ez a poti, de egyszerűen nem jön elő ez a hiba nálam. Egy recsenés, nincs benne semmi. Nem tudom előhozni ezt a hibát, és próbáltam az RCA-s kimenetét is, az XLR-es kimenetét is. Nem jövök rá, hogy mi a picsa baja van. Pedig több napja nyüstölöm. És nem jövök rá, hogy mi a nyűgye. Na mindegy. Srácok, erre a videóra azt hiszem, hogy ennyit. Igazából kipróbáltuk a kábeleket. Kipróbáltuk a kutyvalót, kipróbáltuk ezt is, meg még magyaráztam is egy kicsit, hogy mit miért. Úgyhogy, srácok, köszi, hogy megnéztétek a videót, jók legyetek, szevasztok!